Van, aki látványos színpadi technikával dolgozik, mások csak néhány dobozból építenek díszletet, viszont a játék öröme közös minden előadásban. A történetek helyzetekből épülnek, és az élet is helyzetekből áll össze. És azt gondolom, hogyha egy gyerek tagja egy színjátszó csoportnak, és hozzászokik ahhoz, hogy kis helyzeteken gondolkodik, kis helyzetekbe próbálja magát feltalálni, akkor az a későbbiekben az ő egész életére egy pozitív hatással lehet, hiszen a saját életében kialakult helyzetekre is megpróbál rugalmasabban, kreatívabban reagálni, és esetleg ügyesebben megoldani, mint a többiek. Palicstól Újvidékig, Kikindától Kupuszináig, Vajdaság minden részéből érkeztek fellépők. Az idén is eljöttek a horvátországi eszéki színjátszók, illetve első alkalommal vett részt a felvidéki Dunaszerdahelyi gyerekek csoportja. A drámapedagógia, gyermekszínjátszás egy nagyon-nagyon hasznos eszköz, fókuszfejlesztésre, kooperációfejlesztésre, kommunikációfejlesztésre, a gyerekek egyéni kiállását tudjuk ezzel jól megragadni. Ezek azt gondolom, hogy olyan készségek, amik a mai 21. században kiemelten fontosak. És az a drámapedagógia egy olyan módszer mindezeknek a fejlesztésére, amit a gyerekek ráadásul még különösen élveznek is, nem tehernek, nem tanulási folyamatnak élik meg, miközben olyan készségeket kapnak, amit az élet számtalan területén tudnak hasznosítani. Az előadásokat szakmai zsűri véleményezi, észrevételekkel, tanácsokkal segítik a csoportvezetők munkáját. Alapvetően a gyerekszínjátszás az az évközi munkának a szépsége, és a legvége pedig az, ami már itt megtörténik, ami nem feltétlenül mutatja meg egyértelműen, hiszen itt már a színházat is, mint olyat én nézőként valamilyen szinten érzékelem csak, de nem feltétlenül mutatja meg azt a nagyon-nagyon fontos munkát, ami közben, évközben történik. A találkozó nem versenyjellegű, de a zsűri által legjobbnak ítélt előadást beválogatják a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál Gála műsorába. Az idén a Topolyai Mosolycsalók a Harisnyás Pippivel és a Palicsi Színjátszógrund a Kis Herceg című előadással mutatkozhat be ősszel Budapesten.